Sziasztok, üdv a csatornán, itt Jössze és az Anya mindenhez is. Rengeteget sütöttünk, főztünk a húsvéti ünnepek alatt, ezért arra gondoltam, hogy akkor most legyen ez a most aktuális témánk, megmutatom, hogy mi mindennel készültünk, hiszen ezenek az ételek és sütemények nem csak erre az alkalomra készülhetnek, hát ha találtok benne valamit, amit megtetszik, és szívesen kipróbálnátok. Pénteken az este, illetve hát késő délután, kora esti órákban kezdtük el a készülődést, és először begyúrtuk a szokásos, tőlünk már sokszor látható, vagy látott sajtosrudat. Minden receptet, amit itt most látni fogtok, berakok a leírásba, vagy magát a receptet, vagy a linket, ahol én magam ráakadtam, és kipróbáltuk, és nekünk ezek mind beváltak. Tehát először a sajtosrút készül, ami 250 g túrót, 250 g margarint, 250 g lisztet és két mókáskanál sót tartalmaz. Én ezt most itt dupla adagban csináltam, hiszen vasárnap anyósomékhoz is én voltam a sós felelős, de csak az egyik adagot sütöttük ki, a másik adagot pedig vasárnap frissen, reggel, délelőtt, még mielőtt mentünk hozzájuk. Tehát jó alaposan összegyúrom a sajtosnak a tésztáját, és akkor ezt először is betesszük a hűtőbe egy kicsit pihenni, ezután állunk aztán neki a répatortának. Ezt a répatortát pontosan egy évvel ezelőtt készítettük el húsvétra, kísérlet volt, soha nem ettünk hasonlót ezelőtt, de nagyon megszerettük, és akkor húsvét után háromszor-négyszer is elkészítettem még a tavasz folyamán. Azóta egyébként aztán nem készült, úgyhogy már mindannyian nagyon vártuk az újabb répatortát. Szerintem nem bonyolult, viszont nagyon finom, és sokféle variáció készülhet belőle, ami a formáját és a stílusát illeti. Ehhez a répatortához először felvertem a robotgépembe 5 darab tojást, és ehhez öntöttem aztán hozzá a 250 g cukrot, ami nálunk most barna cukor volt. Emlékszem, hogy tavaly is barna cukorral készítettem, és nagyon finom volt, úgyhogy most is azzal csináltam, de lehet sima kristálycukorral, és akkor a cukrot, illetve az 5 darab tojást gyors fokozaton fehéredésig kell keverni. Utána fogjuk hozzáadni a többi hozzávalót. Ez idő alatt meghámoztuk a sárgarépát, 300 g répát kellett kis lyukú reszelőn lereszelni, és amikor már szép fehér a felvert cukros tojás hab, akkor kell hozzáadni az összes többi hozzávalót, és csak össze kell aztán keverni, mehet a sütőbe. Eléggé túlzás volt habnak nevezni, de szóval értitek. Tehát jön hozzá a reszelt sárgarépa nyersen. Ha nem áruljátok el a gyerekeknek, hogy mi van benne, észre sem lehet egyébként szerintem venni, viszont nagyon jó nagyon jó omlós lesz aztán a tésztája, és nem hagyja kiszáradni. Aztán hozzá kanalazok 300 g lisztet, ez lehet teljes kiörlésű liszt is, bár azt tapasztaltam, hogy azzal azért annyira nem kell meg, de azzal is nagyon finom, én most fehér lisztet adtam hozzá. És akkor ezután jön hozzá még a dió, vagy mandula, lehet vagy az egyik, vagy a másik, vagy lehet vegyesen, én most éppen vegyesen pakoltam bele diót és mandulát őrölve. Tavaly simán dióval készítettem, mert mandulám akkor például nem volt itthon. Ezt is csak bele kell önteni, és mehet a keverés tovább, és akkor ezután adom hozzá még az ízeket. Ez a gép, többen kérdeztétek, hogy milyen gép, ez egy Delimano Perla, nagyon-nagyon szeretem, vaníliás cukrot öntök hozzá, szinte napi rendszerességgel használom, 3 éve, ha jól emlékszem, 3 éve kaptam a Jézuskától, anyukámék Jézuskájától. Itt adtam hozzá még egy mokkáskanál, egy pici, nem egész mokkáskanál sót, mondjuk inkább csak egy fél mokkáskanál sót.
és fél deci olajat. Tehát ez egy Delimano perla, három különböző lapáttal kaptam, és mindegyiket maximálisan kihasználom. Hozzáöntöm a sütőport, egy fél narancsnak a levét facsarom, csavarom, nyomkodom bele. Ennek a narancsnak nem volt magja, úgyhogy nagyon bátran belenyomtam itt az edény fölött, és a gyerekek utána aztán még elfogyasztották, ami megmaradt belőle. Két csapott teáskanál szódabikarbonát teszek még hozzá. Egy teáskanál fahéjat. És egy teáskanál reszelt narancshéjat. És ezek után, ha ezt jól összekeverte a gép, még egy spatulával egy kicsit átkevertem, nehogy liszt maradjon letapadva az edényfenekén. Aztán bekapcsoltam a sütőt, hogy előmelegítsem. 170-180 fokra kell melegíteni a sütőt. Én itt 180 fokra kapcsoltam, de miután betettem a süteményt, akkor visszavettem 170-re, sőt, lehetett volna még 160 is, mert elég jól megpirult a teteje. Kibélelek egy tepsit, mindenkinek a saját ízlésére van bízva, lehet ezt tortaformában is sütni, lehet ezt tepsiben is sütni. Én most a tepsit választottam, mert sütemény formára szerettem volna felvágni, nem pedig tortaként akartam tálalni, hiszen anyósomékhoz is vittünk belőle, és mi is fogyasztottunk belőle, úgyhogy több részletben szeleteltem aztán fel. Attól függően, hogy milyen formát választasz, és mennyire vastag a tésztád, olyan 30-45 perc között lehet a sütési ideje. Én 35 percig sütöttem, tűpróbával lehet ellenőrizni. Én nekem nem lett most olyan nagyon vastag a tészta ebben a tepsiben, szépen elterült. Beteszem tehát sülni. Közben a tűzhelyen pedig már javában fő a húsvéti sonkánk. Nagyon szeretjük a sonkát, a füstölt sonkát önmagában is, illetve így megfőzve is. Raktam hozzá egy fej fokhagymát, egy fej vöröshagymát, egy marék egész borsot, és azt hiszem, hogy talán semmi mást. El is készült a süteményünknek az alapja. Ezt hagyom most kihűlni, és csak utána foglalkozom a krémjével. Itt most bőven van időnk nekiállni, kinyújtani az egyik adag sajtosorudat. Most úgy gondoltam, hogy ezelőtt sosem próbálkoztam vele, hogy egyszer áthajtogatom, és úgy nyújtom ki. Ezelőtt mindig csak kinyújtottam, megkentük, megszórtuk, ment a sütőbe, de most, hogy meghajtogattam, és egyszer újra nyújtottam, óriási volt a különbség. Sokkal magasabbra kelt, nagyon jól látszottak benne a rétegek, nagyon finom, ropogós volt, levegős volt. Úgyhogy innentől én ezt csak úgy készítem, hogy nyújtásnál még egyszer áthajtogatom, mert nagyon jó leveles lett tőle a tészta. Készítettem már ezt teljes kiörlésű liszttel is, de azzal annyira nem jött be, mert egyáltalán nem lett ropogós, viszont készítettük már egy véletlen vásárlásnak köszönhetően rétes liszttel is, és azzal is nagyon-nagyon finom. Én most itt finom liszttel sütöttem. Bendegúz és Abigail ilyenkor nagyon-nagyon szeret segíteni abban, hogy megkenjük és megszórjuk a sajtosunkat. Ha rajtuk múlna, akkor 5-6-szor olyan vastag lenne rajta a sajt réteg, mint maga a tészta. Tudnak élni. Aztán, mikor elkészült, akkor egy pizzavágóval igyekszem felszeletelni. Én bevallom, egyáltalán nem aggasztom magam azon, hogy egyformák legyenek,
Bármennyire is szeretném, soha nem tudom egyformára vágni, és a széleket is teljes nyugalommal belepakolom már, mert ugyanolyan finom, mint az összes többi, és ahogy At is szokta ilyenkor mondani, jó az, csak rusztikus. Beteszem a sütőbe, sosem mértem az idejét, hogy mennyi ideig sütöm, aranybarnára sütöm, folyamatosan figyeljük, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én az utolsó adagot mindig túlpirítom egy kicsit. Aztán elég jól kihűlt már a répatortánknak az alapja, úgyhogy a könnyebben kezelhetőség érdekében vágtam én itt most középen ketté, mert féltem, hogyha egészben mozgatom, akkor én fogom eltörni, és próbálom a fűrészes késsel nagyjából egyenesen elvágni félbe. Nem igazán sikerült, de mindegy, finom volt ettől még a répatortánk. Hagyom aztán, hogy egy picit így a közepe is hűljön, addig gyönyörűen meg tudom keverni hozzá a krémet. Egy rendkívül egyszerű krém van hozzá, semmi más nem kell hozzá, mint 500 g mascarpone és 150 g porcukor. Aztán, aki ezt még szeretné extrákkal feldobni, az tehet bele egy kis fahéjat, vagy tehet bele egy fél narancsnak levét, vagy tehet bele egy kis vanília aromát, vagy akár friss gyümölcsöt, itt mindenkinek tényleg csak a fantáziájára van bízva, hogy mit szeretne még beletenni. Ezt most jó alaposan én összekeverem, most én egyszerűen csak ezt az édes mascarpone és krémet választottam, és akkor ezzel megkenem egy rétegben belül, egy rétegben pedig a tetejét a répatortánknak. Nem vagyok egy gyakorlott cukrász, úgyhogy ha valaki gyakorlott cukrászként nézi, akkor elnézést kérek ezért a kenceficélésért, amit itt lezavarok. Lehet a tetejére kis marcipán, vagy akár fondanrépákat készíteni, vagy bármi mást, amit szeretnétek, vagy akár habcsókokat nyomni még rá. Én most egyszerűen fogtam az itthon található kis aranyszínű díszítő cukorkánkat, és azzal szórtam meg a tetejét. Közben pedig már a második adag, az első adag sajtos második fele is megsült, hogy egészen pontos legyek. Láthatjátok ott a tűzhelyen, hogy nagypéntek lévén tojásos nokedli volt az ebédünk, és közben a sonkánk is eleget főtt már, ezért most félrehúztam, és hagyom a saját levében kihűlni, és amikor teljesen kihűlt, akkor teszem be alufóliába csomagolva a hűtőbe. Este pedig, mikor már mindenki elaludt, még hamar gyorsan nekiálltam két csomag túrót összekeverni tölteléknek, mert Bendegúz nagyon szeretett volna túrós levelest, vagy ha így jobban tetszik, akkor hamis rétest. Ehhez csak kevertem gyorsan egy cukros, vaníliás cukros tojásos túrótölteléket, kinyitottam a leveles tésztát, két adagba elkentem, aztán kívülről a tekercseket megkentem tojással, és betettem a sütőbe. Azért daráltam el ilyen nagyon gyorsan, mert lekapcsoltam a kamerát, és olyan fáradt voltam már, hogy elfelejtettem visszakapcsolni. Úgyhogy itt látható a végeredmény, tehát ilyen két rúd, ilyen túrós leveles lett belőle. Egyébként rendkívül egyszerű és nagyon finom, szoktuk alma töltelékkel is készíteni. A túró tölteléknek is beteszem a receptjét a leírásba, hogyha esetleg szeretnétek megcsinálni. Ez pedig már másnap, szombat, ebéd után vagyunk, ugyanis ebéd utánra beszéltük meg a keresztanyámékkal és anyukámékkal, hogy átjönnek, ezért kiteszem az elkészült süteményeket, túl vagyunk már az ebéden, várjuk a vendégeinket, készülődünk, elrendezgettem a tőlem telhető legesztétikusabban a süteményeinket ezen a tortaállványon.
elrendezgetjük az asztalt, és igazából aztán, amikor elkészültünk a tálalással, akkor meg is érkeztek anyukámék és a keresztanyámék, és már meg is kezdtük a húsvétozást. Az időjárásunk az sajnos nem volt jó hozzánk, ezért nem tudtak a gyerekek tojást keresni az udvarban, esett az eső. A kávézó sarokba szoktam ilyenkor előkészíteni innivalókat, poharakat, már minden családtagunk jól tudja, hogy bármit fogyasztana, akkor csak odalép és bátran kiszolgálja magát, otthon érzi magát, hiszen mi sokszor ilyenkor a gyerekeket üldözzük. Este pedig a húgommal még jutott időnk egy kis névnapozós színházra, ugyanis a jövő héten ünnepli a születésnapját. Másnap reggel a nyuszi, mivel szakadt az eső, ezért bent rejtette el nekünk a meglepetéseit, úgyhogy a gyerekek felébredtek, és nagyon gyorsan kiszúrták, hatalmas volt az izgalom, pizsomában begyűjtöttek aztán mindent, amit a házban találtak. És Dominiknak ez volt az első húsvétja, amit nagyon-nagyon élvezett. Ebédre aztán hivatalosak voltunk anyósomékhoz, isteni finom ebéddel vártak minket. Ebéd után már nem esett az eső, és egy kicsit jobbra fordult az idő, úgyhogy itt a gyerekek kint a gyümölcsfák tövében összetudták gyűjteni azokat a dolgokat, amit a nyuszi a mamáiknál hagyott nekik. Mikor aztán hazaértünk, a húgommal leültek még egy kicsit festegetni, én pedig neki tudtam állni a másnapi ebédünknek. Vasárnap este, ugyanis hétfőre hideg tálakat gondoltunk ki magunknak, hiszen nem tudtuk, hogy a fiúk mikor fognak hazaérni a locsolásból, illetve ugye mi is vártuk a locsolókat, így tudtam, hogy nem lesz úgy időm azért odafigyelni a főzésre, hát legyen hideg tál, amivel azért előre lehet készülni. Feltettem a tojásokat főni, a tojásfestéshez, illetve a töltött tojáshoz, ezután pedig feltettem a tésztát főni a tésztasalátánkhoz, és miután a művészi képek elkészültek, nekiláttunk a tojások kifestésének is. Második éve, hogy ezt a fajta festék készletet veszem, az Aldiból vettem, láthattátok esetleg a bevásárlós videóban. Szerintem nagyon jó pofák a tojások, mikor így elkészülnek különböző grimaszokkal, stílusú szemekkel, szájakkal, úgyhogy gyerekek is nagyon élvezték a tojásfestést. Meg kell főzni a tojásokat keményre, és még mikor jó melegek, akkor már be kell őket tenni a festékbe. A festékhez csak langyos vizet kellett önteni, 2 decit festékenként, és akkor 4-5 percre kell benne hagyni a meleg tojásokat a festékben, nagyon szépen befogja, és nem üt át a héjen. Mondjuk ez lehet annak is köszönhető, hogy a mamáiktól származnak a tojások, házi tojás, nagyon jó vastag héja van. És jár hozzá 2 paletta matrica, amivel aztán kényünkedvünk szerint dekorálhatjuk a tojásokat. Bendegúz is mondta, hogy anya, én fiú vagyok, de azért festhetek veletek tojást? Hát mondom, hogy ne, persze, legyen ez csapatmunka. Készülök ilyenkor mindig csoki tojásokkal is, mert sokszor a kis locsolóink, akik Abigailhez jönnek, azt jobban preferálják,
De bevallom őszintén, hogy ezekkel a jópofa matricákkal most mindenki választott igazi tojást is, mert nagyon megtetszett nekik. Miután kivettük őket a festékből, csak gyorsan át kellett törölni a tojásokat szárazra, és mehetett rájuk a matrica. Vendegúz pedig elkészítette hozzá a fészket. Itt látható a vagány kis csapatunk, aki várta a locsolókat, és miután aztán a gyerekeket megfürdettük, vacsoráztak és lefeküdtek aludni, én még hamar nekiállok a tésztasalátának, és hogy mennyire szét volt, amit már esve, azt jól mutatja, hogy itt is félúton kikapcsoltam a kamerát, és elfelejtettem visszakapcsolni. Szóval a lényeg, hogy egy jó nagy adag tartármártást készítek, egy nagy poharas tejföllel, 6-7 kanál majonézzel, 3-4 kanál mustárral. Ez a Le Gusto Aldis mustár egyébként nagyon finom, de rettentő híg, úgyhogy lehet, hogy többet ebből nem veszek. Nem tudom, hogy ez most csak ez az egy ilyen, vagy mind ilyen, de nagyon folyós a mustárjuk. Szóval készítek egy erős tartár, egy jó ízes tartármártást, még sóval és borssal ízesítem, és ezt fogom aztán ráönteni az egy zacskó masni tésztára, amit megfőztem, illetve adok még hozzá egy konzerv kukoricát a leve nélkül, illetve felvágtam még egy nagy fej lila hagymát. És ezt az egészet kell csak összekutyulni. Nagyon jó, hogyha éjszakára betesszük a hűtőbe, áll egy kicsit, viszont utána készüljünk még egy kis mustárral, nem, egy kis majonézzel és tejföllel hozzá, mondjuk egy kis poharassal, mert nagyon magába szívja a szószt, úgyhogy érdemes még fogyasztás előtt hozzákeverni pluszba, hogy ne legyen olyan száraz. És akkor ezt még lehet turbózni felkockázott főtt tojással, vagy felkockázott gépsonkával. Én most csak a kukoricát és a hagymát adtam hozzá, hiszen még sok minden más is készült mellé. És ez éjszakára ment aztán a hűtőbe pihenni. Másnap reggel terített asztallal váltuk a locsolókat, a mi locsolóink, Atis és Bendegúz pedig már időben korán elindultak, hiszen rengeteg helyre mentek locsolni. Sok locsolónk volt, Abigail rendkívül élvezte a szituációt, és miközben két locsoló között volt egy kis időnk, én még ebédre elkészítettem a töltött tojást, a tojásokat előző este ugye már megfőztem, illetve most nekiállok és megcsinálom a tormás sonkatekercset. Ehhez megolvasztom a vajat a besamel mártáshoz, méghozzá 65 g vajat, vagyis hát esetemben margarint olvasztok, és 80 g finom lisztet mérek ki hozzá. Ezt fogom majd felönteni 2 deci tejjel. Egy jó, sűrű besamel mártást kell készíteni, hogy aztán majd habzsákból kinyomható legyen a tormakrém. Mikor felolvadt a margarin, megy hozzá a liszt, gyorsan keverem, hogy ne kapódjon le, és aztán hozzá fogom önteni a 2 deci tejet, és nagyon-nagyon gyorsan keverem, hogy a csomókat elbírjam benne aztán keverni. Nagyon gyorsan besűrűsödik. Én itt most a tényleges időt mutatom, hogy mennyi idő alatt sűrű lett, nem vágtam ki most ebből semmit.
Egy egész üveg ecetes tormát kell hozzáadni, ez azt jelenti, hogy 200 g torma megy hozzá, csemegét vettem, bevállalósabbak csinálhatják csípőssel is, bár a csemege sem olyan gyenge azért, hogyha azt nézem, hogy mondjuk szeretném, hogy a gyerekeim is egyenek belőle, Abigail levet belőle, Bendegúz teljesen elzárkózott a sonkatekercstől. Elkezdtem kutyulni, és aztán itt félbe is hagytam egy kicsit, mert közben locsolóink érkeztek, de nem is baj, mert addig még hűl. Egyébként a majonéz és a tormakrém elég jól hűt is rajta. Ez a cifra majonéz az Penny-ből nagyon jó, nekünk bejött, viszont azért hígabb, mint mondjuk egy Univer vagy egy Globus, ezért itt azért aggódtam, hogy vajon meg fog-e állni a tekercseinkben a krém, de megállt. 150 g majonézt kell hozzányomni még, és akkor megy hozzá körülbelül egy teáskanál só, és hát egy nagyobb csipet fehér bors. Az eredeti recept ezt a mennyiséget 10 sonkatekercsre szánja, na most én hamar láttam, hogy valószínűleg nem nyomok bele olyan mennyiséget, mint a recept gondolta, ezért nekem aztán 20 tekercsem lett belőle, de nekünk ezzel a mennyiséggel tökéletesen meg is felelt. És mivel egy kicsit hígabb lett a töltelékem, mint gondolom kellett volna, ezért négykezesben nyomtuk a testvéremmel, ő tartotta nekem a zsákot, amíg sonkákat pakoláztam, hogy a túlsó végén ne folyjon ki nekem a krém. De a végére aztán mindent összemaszatoltam, mire mindegyik tekercset megtöltöttem. Életemben egyszer csináltam eddig ilyen tekercset, 2 éve szilveszterre, de majd talán, hogyha már rutinosabb leszek benne, akkor kicsit gusztusosabban fog ez menni. Biztos, hogy fogjuk még készíteni, és nem várunk a következővel ilyen sok időt, mert szeretjük, nekünk bevált. És szerintem egy elég egyszerűen elkészíthető recept. A végeit még egy kicsit megtöltöm, hogy mutatósabb legyen, és mindegyik tekercsnek a tetejére is nyomok egy-egy kis tormakupacot, aztán én ezek után már nem is nagyon díszítettem tovább. Egyetlen dolog maradt aztán még nekem hátra, a tojásoknak a megtöltése, úgyhogy gyorsan ketté vágtam őket, mert teljesen hidegek. Kivettem belőle a tojás sárgáját, 10 darab tojást csináltam, ehhez nyomtam hozzá még 4 kanál majonézt körülbelül, és 1 evő kanál mustárt. Szintén sóztam, borsoztam, most ilyen nagyon majonézes mustárosra sikerült ez a menü, de nekünk ez így nagyon jól jött, nagyon jól esett. Egy kis kenyérrel, a húsvéti sonkával, nem volt azért sok a mustáros, majonézes íz. És a tojás készítése közben megérkezett a locsolónk, akire a legjobban vártunk. Érve görbe úton, ide figyelj! Alig vártok, hogy már ideérjünk. Körnösvágunk meg finom rózsavízzel, kovakunkban 100 kis perc. Engedjétek meg nékünk a locsolást, italonként megkapjunk piros tojást. Köszönjük szépen, de szép volt ez a vásár. Hogyne!
Nagyon kicsi. Ne, Abigail. Köszönöm. Dédi is itt töltötte velünk ezeket a napokat, úgyhogy ő is meg lett aztán locsolva. Tehát mindenki itthon van, már elmúlt dél, mire aztán a fiúk hazaértek, úgyhogy gyorsan még megtöltöm a tojásfehérjéket az elkészült krémmel, ugye ez is már hideg, közben a sonkatekercs is hűlt egy kicsit a hűtőben, aztán mindent feltállalok, és együtt leülünk ebédelni így húsvét hétfőn. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, egy kicsit kapkodósra, egy kicsit zsúfoltra sikerült, úgy érzem, de sűrűek is voltak ezek a napok, viszont szerintem nagyon-nagyon jók voltak, én legalábbis nagyon élveztem, elfáradtunk, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes fáradtság, nagyon finom ételeket ettünk, a gyerekek elképesztő mennyiségű édességgel, ajándékkal gazdagodtak, úgyhogy rendkívül hálás vagyok ezért a húsvétért újfent. Bízom benne, hogy nektek is hasonlóan jól telt a húsvét, illetve az itt az ünnepnapok. Én köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok. Hogyha tetszett a videóm, kérlek nyomjatok egy lájkot. Minden receptet vagy receptlinket megtaláltok a leírásban. Bármilyen kérdésetek vagy hozzászólásotok van, várom szeretettel a videó alatt. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk, addig is szép napot nektek. Sziasztok!